Elszállt az Orion, rajta a McLean a parancsnok. Asszó a gépháznál, Eten a kilövő állásnál. A múltkori videót folytatjuk, egy-két apró ilyen kis kiegészítés fog történni. Aki nem látta a múltkori videót, az nézze meg. Valami ilyesmi a cím, hogy szakadásmentes wifi hálózat kialakítása, vagy ilyenek. És egy-két plusz dolgot teszünk még hozzá ehhez a dologhoz. A jószág az ide felköltözött föntre, mindjárt megláthatjátok. Nagyon autentikusan ide van hányva egy ilyen kábel keresztbe a szobán, és ezzel jutott föl. Úgyhogy egyébként visszautalva a múltkori, meg a miért nem jó a wifi erpeti reakció videóra, tehát ez tökéletes példája annak, hogy most, hogy jó helyen van. Ez hiába egy light, gyakorlatilag az egész házban tökéletes vételt lehet vele fogni, még ugye ebben a szobában, ami a mi háló, bent hátul a sarokban, lent a földön is tökéletes a vétel, pedig az ugye amúgy is egy halmozottan hátrányos szoba a hőtükörfóliának hála, ami ugye fémgőzölt hőtükörfólia, ott van a lambéria mögött. Tehát még ott is tökéletes a vétel, tehát igazániból egy darab light-tal, ahogy ezt nagyjából sejtettem is, meg gondoltam, az egész házat be lehet lőni. Hát a házon kívül szó-szó, de azért valamennyire működik. Szóval nézzük, miről van szó. A mostani alkalommal kezdjünk, több beállítás lesz, jó? Tehát először is megnézzük egy kis finom hangolást, megnézzük, amit múltkor csak említettem, hogy mekkora különbséget is jelent valójában, hogyha több AP-nk van, és ezek vezetékkel vannak összekötve, vagy vezetek nélkül vannak összekötve. Illetve egy wifi hotspotot is meg fogunk nézni, hogy hogy lehet ezzel készíteni wifi hotspotot, jó? Na, hát kezdjük a finom hangolásokkal, ilyen apróságokkal. Ugye itt a lightunk online jelen pillanatban, és hát ne kell állandóan itt kattöngetni a Windows-on, itt nézzük meg a kliens oldalt, föl vagyunk csatlakozva, ez az asszony laptopja, azért az asszony laptopját használjuk, mert az enyém 5 GHz-en is maximum 300 megabites bitrátát tud, hát egy 10-sok éves laptop, 12, mit tudom én, hány éves laptop, ennyit tud. Az asszonyi az jóval újabb, az tud 867 megabites bitrátával maximálisan kapcsolódni. Az a Lite-nak még elégséges. Egy komolyabbat már nem tudnánk vele kihajtani, de a Lite-ot ki tudjuk vele hajtani. Úgyhogy ezúton szíves örömest várom cégek felajánlását, akik adnak nekem egy fasz a laptopot cserébe, hogy elmondom, ki adta. Szóval, kliens. Itt a kliens, és most annyit szeretnék megnézni, hogy az alapbeállításokkal ez a kliens, ez jelen pillanatban, hova jövök, itt látható, egy 400 megabites bitrátával csatlakozott föl, a jelszintünk az több mint jó, 41 decibel, tehát 400 megabittel lépünk föl alapbeállításokkal. Hogy ez mit jelent? Ha mondjuk elkezdünk egyet másolni, itt jó nagy fájlok vannak, hogy ne kelljen olyan sok lemezművelettel bajlódni, mert csak diszkek vannak a NAS-ba, a NAS pedig direkten összekötöttem kábellel, azzal a switch-al, ahol be van dugva, tehát az nem lesz szűk keresztmetszet, akkor látni fogjuk, hogy hát nagyságrendileg egy ilyen 30-32 megabájt per szekundum, 33 megabájt, 34, 32, 33 megabájt per szekundumot kapunk, ami azt jelenti, hogy ha így hirtelenjében egy-egy gyorsan számolni akarunk, akkor mondjuk számoljunk 34-jel, legyünk jó indulatúak, jó? Az a, hát 33 inkább ez az átlag. 33x8, ez egy 264 megabit jelen pillanatban. Oké. Nézzük meg, hogy mit lehet tákolni ezzel, hogy ez javuljon. Ugye miért nem jó a Wi-Fi erpeti reakció videóban? Meséltem én arról, hogy itt azért vannak sávszélességek is, amikkel lehet játszani egy Wi-Fi-nél, és hát itt is van természetesen lehetőség, ehhez viszont kliens oldalra kell visszamenni, hiszen magát az AP-t itt a fejem fölött akarjuk tekergetni. És hát nézzük meg, hogy mit lehet itt állítgatni. Az egyik a 2.4-es, tehát a 2.4-re vagyunk fölcsatlakozva, alapból egy 20-as szélességű csatornáról beszélünk, ez az alapbeállítás, ezt állítsuk át 40-re, kétszer akkorára, illetve az 5 GHz-nél pedig 40 az alapértelmezett, azt meg állítsuk át 80-ra. És nézzük meg, hogy mi fog történni mi gondolkodási idő után. Először is azt fogjuk látni, jó esetben,
hogy a kliens rátája, amivel csatlakozik, az, hát ez még kicsit kárcsú, menjél följebb, ez még egy kis idő kell neki valószínűleg, amíg észreveszi, hogy nagyobb rátával csatlakozhat, de az is lehet, hogy ilyen power save-ben. Na, már 650-nél tartunk, fog ez még följebb is menni, de egyébként ha elkezdjük másolni, akkor valószínűleg be fog állni a bitráta a helyére, mert előfordult, hogy energiatakarékos funkciók miatt csökkenti egyébként a bitrátát. Itt van 867-et, elérkeztünk. 867-tel állt össze, ez a maximum, amit ez a laptop tud, és ez a Light is ennyit tud. A Pro az emlékem szerint 1200-at tud. Most ugye ez a két eszköz van itt, ezért erről a kettőről beszél. Jó, próbáljuk meg újból beilleszteni, és nézzük meg, hogy hogyan változik ebben az esetben a másolási sebességünk. Hát, azt kell mondjam, drámaian megváltozott. Elindítunk egy számológépet, megválik, amit beállunk valamire. Hát, szerintem ezt a 71 megabyte per szekundumot ezt meghitelezhetjük. Na, ebben a pillanatban lekúszott. Tudjátok, hogy legyen csak 70, kerekítsünk lefele, jó? A 70 az fixen megvan. 70-szer 8, 560 megabit. Tehát jelen pillanatban 560 megabittel döngenek lefelé annak a dolgok. Ez nagyon sok, az nagyon-nagyon sok. Ahhoz képest, hogy ez az eszköz egyébként mibe kerül. Hát pedig ennyi. Tehát 7x8, 56, igen, annyi, 560 megabit. Na hát ezt lehet kipüfölni a Lightból, hogyha egy picikét módosítunk a beállításokon. Aztán nézzünk egy másik fontos dolgot. Igazándiból lehet, hogy ezzel a beállítással kellett volna kezdeni, hiszen első mindig a biztonság és második a sebesség. Harmadik mi a Ferencváros, ugye. Bekapcsoltam az én laptopomat is, fölcsatlakoztam ugyanerre a Wi-Fi hálózatra, és hát nézzük meg az egyik, sok rákfenéje van a Wi-Fi hálózatoknak, nézzük meg az egyik rákfenéjét a sok közül. Az pedig az, hogy ennek a laptopnak az IP címe a ping, kötőjel 10.0.0.26. Fönt vagyok Wi-Fi kliensként ezen a hálózaton, és elérem a másik laptopot is. Ezt be is fogom még pluszban bizonyítani, mert hogyha elcsattogok a 10.0.0.26-ra, akkor itt kér tőlem egy jelszót, amit hogyha megadok, akkor itt látok egy megosztott könyvtárat, ezt most szándékosan osztottam meg, és gyakorlatilag elérem. Tehát elérem ezt a gépet, úgyhogy mind a ketten ugyanarra a Wi-Fi-ra vagyunk fölcsatlakozva. Ez nagyon sokszor nem jó ötlet, úgyhogy lehet is ellene tenni természetesen. Látjátok, itt most megy a ping, tehát itt most zajlik, tehát elérjük. Mutatom, hogy mit lehet tenni. Itt van fönt a két kliens egyébként. Vicces, hogy ez 89. Kicsit toljuk arrébb. Szóval, beállításokhoz csattogunk. És azt mondjuk, hogy itt a mi Wi-Fi hálózatunk jelen pillanatban ez. Rája kattintok, és itt az Advanced fület, ha legördítjük, akkor itt látunk egy ilyet, hogy L2 Isolation. Ezt ha bekapcsoljuk, majd türelmesen várunk egy kicsikét, még lehet, hogy le is fognak szakadni a kliensek ennek köszönhetően. Akkor egy idő után azt kell, hogy lássuk, hogy ez a ping, ez meg fog szakadni. Hops, látjátok? Request timeout. Request timeout, és nem működik a ping, pedig mind a két laptop ugyanazon a Wi-Fi hálózaton van, nem szakadtak át egymásról, mind a kettő a próbában, és még sérjük el, és ha most szeretném itt megfrissíteni ezt a tartalmat, akkor ez nem fog sikerülni. Tehát ezzel elérjük azt, hogy a Wi-Fi hálózatra fölcsatlakozott eszközök azok egymást nem tudják piszkálni, úgyhogy erre nagyon gyakran szükség van, úgyhogy ez egy javasolt beállítás. Mondhatni meleg baráti jó tanácsom, hogy kapcsoljuk be az izolációt. Oké, jöjjön egy picikét más, hotspot. Hogyan lehet ilyen jó országokkal hotspotot kialakítani? Hát mi értelme lehet? Hát lehet értelmenek vállalati környezetben, de akár otthoni környezetben is lehet egyébként értelme. Nálunk, amikor kisebbek voltak a gyerekek, mondjuk én mikrotikkel csináltam meg, nincsenek itthon unifi eszközei, mikrotiken van, azzal csináltam hotspotot, és gyakorlatilag ezzel elértem azt, hogy nem tudtak állandóan fönt lógni a neten, volt napi egy órájuk, azt megkapták, felhasználni jelszavas bejelentkezéssel léptek be, ha letelt az egy óra, akkor aznakra nem volt több wifi-jük.
Hogyha netalántán valamifajta rendbontás volt, akkor csökkentettem az időn, hogyha esetleg segítettek kinti munkában, itt ott, akkor növeltük az időt, tehát ez rugalmas volt. Szóval akár otthon is lehet értelme hotspotnak, de természetesen nem ez a fő felhasználási felület a hotspotoknak. Na nézzük, hogy lehet hotspotot készíteni, nagyon egyszerűen és nagyon könnyen, sokkal könnyebben, mint mikrotikkel, bár most már gondolom ott is könnyebb megcsinálni. Nem kell nagyon messzire menni, itt van guest hotspot, adjunk hozzá egy új hotspotot. Bekapcsoljuk, legyen a hálózat neve az, hogy vendég, mondjuk. És akkor itt rengetegféle autentikációs típusból lehet választani. Íme, ezek közül én most a voucher-t választom ki. Szerintem most ez egy látványos és könnyen bemutatható történet. Jó, és be lehet állítani azt is, hogy hogy nézzen ki ez a portálunk. Fel tudunk tölteni képeket, tudunk választani. Legyen mondjuk ez. Jó, így fog kinézni a portálunk. Jól van. Licensz feltételeket el lehet fogadni. Sat, logó. Most a legegyszerűbbre megyünk, azt mondtuk, hogy voucher, és ez a kép fogja fogadni, ez a portál fogja fogadni a felhasználókat, akik oda csattognak. És hogy kiválasztjuk, hogy voucher, akkor itt tudunk új vouchereket létrehozni. Megadhatjuk, hogy a voucher az hány darab voucher készüljön el, hányszor használatos legyen, mennyi ideig működjön, tehát 24 óra például, de átállíthatjuk 1 órára. Egyszer használatos, készüljön 10 darab belőle, és megadhatunk limitet, hogy mekkora sebességgel lehet használni a hálózatot, legyen mondjuk 20 kilobit upload és download, és a hotspot menedzsert, ha megnyitjuk, akkor pedig valahol itt meg fogjuk találni a vouchereket, itt van, na kérem szépen, itt vannak a voucherek, ezeket tudjuk használni. Mielőtt azonban ezt megtennénk, megnézzük, hogy mivel beállítottunk limitet, megnézzük a sebességet most. Most ugye a próbán vagyunk fönn, tehát ugye itt semmiféle korlátozás nincsen. Itt amennyi a net, annyi fog jönni, amennyi éppen a net, annyit fogunk kapni. Ez nem túl biztató. Elég nagy szél van ma, úgyhogy valószínűleg nem olyan acélos a net elérésünk. Ugye eléggé ingadozó kis vékony árbócon van fönt az antennánk. Hát 92 megabittel jön le, és 24-el megy föl. Hát a le az egész tűrhető, a feltöltés az majdnem fele csak annak, mint kéne lennie. Mindegy, lényegtelen. Nem ez volt a lényeg. Hanem csattogjunk föl a teszthálózatra, ami mostanra remélhetőleg elkészült. Vendég, bocsánat. Vendéghálózatra felcsatlakozunk, és egy bejelentkező oldal nyílt meg, ugye pontosan az az, amit kinéztünk az előbb, és egy vouchert fel fogunk használni, egy ilyen kódot innen, ugye ezt ki lehetne nyomtatni, itt látunk is ilyen print, meg ilyenek, tehát ki lehet nyomtatni, és oda lehet adni annak, aki felhasználja. Hát mi most itt saját magunkat vouchereztetjük fel, és jó eséllyel be fogunk jutni. Csak ugye jó alacsony limitet választottunk, úgyhogy ez el fog tartani egy darabig, amíg ez meg fog történni. Lehet, hogy talán egy picit túl kicsinek vettük ezt a limitet. Na, csináljuk inkább új vouchereket, mert egy picikét ezt alulméretezte ezt a sebességet, és nem fogjuk tudni kivárni. Azt, hogy megtörténik egy időmérés, csak annyit szerettem volna, akkor legyen 20 000. Jó, apply, így van, apply, itt vagyunk, 20 megabit, ott van, oké, rendben, apply, rendben vagyunk. Elkészülnek itt az új voucherek. 10 darab új vouchert kell lássunk. Itt van a 10 darab új voucher. Kimásolom az elsőt, ami az utamba kerül, és átmegyek a vendéghálózatra. Hát most itt ugyanazon a gépen vendégeskedem, amin egyébként ugye dolgozom. És nézzünk
egy sebességtesztet. De mielőtt ezt megtennénk, mivel ugye ezzel a voucherrel már vagyunk jelentkezve, ezért ugye ezt a klienset kivágjuk innen a fenébe, hiszen még nem járt le az ideje, úgyhogy ha most újból visszalépnék, akkor továbbra is lassú lenne a kapcsolat, hiszen annak a kliensnek még tart a vouchere, azt mondjuk, hogy másolunk, csatlakozunk a vendéghez, és nézzünk egy belépést. Na végre beléptetne, így van. Beillesztjük a kódot, ugye ez most egy 20 megabites kód, és akkor most jöhet a sebességmérés. Ezt még az előző ki tudja hol volt, most indítjuk el. Ez a 20 kilobit, ez egy picit karcsú volt. Ezt nem gondoltam végig. Hát a késleltetési időnk az nem lett jó, ez látható, és itt van hát 17, ez 20, ez ugye azt jelenti, hogy így kb. A körül elődi be, ha éppen nincsen annyi, akkor amúgy se tudja, de nagyságrendileg a körül időt fogunk kapni, tehát az ilyen 19 meg 21, ezek így beleférnek, tehát ne úgy képzeljük, hogy hajszál pontosan 20 lesz, általában hosszú távon nagyjából 20 lesz az eredménye egy ilyen beállításnak. Vagy hát annyi, amennyire beállítod értelemszerűen. Itt van 18,54. Most visszaléptem a sima wifi hálózatra, ugye erre a próbára, és az ottani gépen, ami vezetékesen csatlakozik be az AP alá, fut egy IPERF szerver, itt pedig kliensként csatlakozunk hozzá, és hát nézzük, milyen sebességeket mérünk IPERF-el. Ez itt nagyon szép, 268 megabit és ilyeneket mérünk. Ezt csak azért szerettem volna megmutatni, mert itt is van egyébként lehetőség, hogy a normál hálózatokra sávszélességet beállítsunk. Hát én most ezt a defaultot fogom módosítani, de egyébként lehetne itt fölvenni különböző profilokat, és a különböző hálózatokhoz a profilokat hozzáadni, de legegyszerűbb ez volt, tehát láttuk most egy ilyen 263 megabit tehát mutatott az IPERF, és én ezt most átírom, hát akkor maradj, ne ugyanannyi legyen, mint ott volt, teljesen mindegy, legyen ennyi. Na, nem megy ma a gépelés, ma sem megy a gépelés. Oké, egy picikét módosítottunk ezen a sebességen. És hát ugye az előbbi csodálatos 70 megabyte per szekundumos sebességhez képest egy ilyen 34 megabyte körül látunk, és ha ezt megnézzük IPERF oldalról is, hát ott is látni fogjuk, hogy az eddigi eredmény az annál jóval gyalázatosabb lehet, hát itt vagyunk 30 környékén, tehát amit beállítottunk, azt az értéket kapjuk. Tehát tulajdonképpen nem csak vendéghálózatnál lehet sávszélességet, korlátokat beállítani, hanem ugye a saját normál hálózatoknál is. Egyetlen egy dolog maradt hátra, viszont ez egy nagyon fontos dolog, úgyhogy most ezt megnézzük. Szóval, feldugtam még egy lightot, hogy akkor két egyforma legyen, az ott van, majd mindjárt látni fogjátok, és hát gyorsan őt is beállítom pont ugyanúgy, hogy itt ebből ne legyen probléma, tehát 40, illetve 80 széles csatorna, és hozzáadjuk a beállításokat. Szóval, hát a laptopom az sajnos nem tud 4K videót játszani, úgyhogy csak Full HD-s videóval játszok le ezen az AP-n, mert két klienssel már egy fokkal látványosabb lesz a történet, mint egyel, több kliens esetén pedig még látványosabb tud lenni a dolog. Én most ennyi kliens tudok jelen pillanatban abszolválni, szóval itt egy Full HD videólejátszás történik, és most mind a kettő eszköz ugye vezetékesen csatlakozik, tehát az egyik az itt megy elegánsan a fejem fölött, a másik macek pedig arrafele megy el, az ottani AP-hez, megvárjuk, míg az magához tér, és igyekszünk föllépni az ottani AP-re, és megnézzük, hogy akkor milyen sebességet tudunk mérni. Na, mutatom, hova fogunk menni. Tehát átjövünk ide. Zúgy. Itt a széken csücsül a másik
Székencsücsöl a másik AP, és ide fogok én is jönni. Hát leúztam a tápról, de remélhetően táp nélkül is hasonló eredményt fogunk kapni. Majd először, mint eddig. Szóval, így akkor kicsit mi is látszódjunk. Így csücsül az AP, és nézzük meg, hogy esetleg át tudnánk-e kerülni erre a kliensre. Hogy állnak itt a dolgok? Hát nem, de majd mindjárt rábeszéljük. Ó, mi nem is ezen a videón vagyunk, átkerültünk itt a nagy állíratások közepette egy másikba. Ez tökéletes. Megpróbálunk fölépni erre a próbára. És meg fogunk jelenni, és remélhetően a másik AP-n fogunk megjelenni. Csatlakoztatva vagyunk már. Csak ez még itt sokáig tart még ideje. Itt vagyunk, fönt vagyunk, nagyon jó. És a lenti AP-n vagyunk rajta. Nagyon jó, ezen vagyunk rajta. Király. Oké, na. Tehát most az a helyzet, hogy az a laptop arra az AP-re van csatlakozva, ez a laptop erre az AP-re van csatlakozva. Azon a laptopon megy egy YouTube Full HD videólejátszás. És hát itt pedig mindjárt elkezdünk másolni. Ott látszik is, hogy hát 8,8-al töltődik éppen lefelé. Na, hát akkor nézzük meg, most mind a két AP vezetékesen van csatlakozva, úgyhogy menjünk és nézzük meg, hogy mit látunk. Közben ismét csöng a telefon, folyamatosan csöng ma is a telefon, ki is nyomom. Tehát ezt szeretnénk másolni, és nézzük meg a sebességet, hogy mit fogunk kapni. Ugye ne felejtsük el, a NAS is vezetékesen van most bekötve, és ugye a NAS-ról megy az egész UNIFI kontroller, tehát aki nem tudja, ez hogy működik, nézze meg a megfelelő videót erről. Be van állítva a sávszélesség korlát még mindig, bocsánat. Így van. Visszaállítottuk. Akkor nézzük most ennek fényében újból. Csodálkoztam, hogy miért ilyen kevés ez. És próbálkozzunk újból beilleszteni. És megyünk szépen föl. Még följebb. Hát ugye ezt a teljes 70-et, ezt nem biztos, hogy most elérjük, hiszen ott megy a letöltés, de teljesen mindegy, mert a történetennél sokkal látványosabb lesz. Úgyhogy én most kihúzom ezt a LAN-ból. Ez azt fogja jelenteni, hogy innentől fogva nem vezetékesen fogja kapni ez az AP a netet, hanem a másikon wirelessen keresztül vezeték nélkül fogja kapni. Ugye áramot azt kap, tehát a poét azt meghagyom, és hát szépen le fog szakadni. Ez most megáll, de majd miután visszakapcsolódott, utána majd fog ez működni, csak ilyenkor félő, hogy a másik AP-re fog átkapcsolódni, tehát ezt majd meg kell nézzük, hogy melyik AP-n vagyunk rajta. Nagyon jó, sikerült, tehát elértük azt, amit szerettünk volna. Látjuk, az egyik AP-re csatlakozik a laptop, amiről megy a videólejátszás, és a másik AP, és mi a másik AP-re csatlakozunk erre. Így elértük. Na nézzünk egy másolási sebességet, nyomjunk neki egy újrát. És hát mit kapunk az eddigi mondjuk így 60-hoz képest? Ugye eddig olyan 60 volt körülbelül a másolási sebességünk, és hát amint az várható volt, a felét kapjuk kb. Tehát 30 megabyte per szekundummal másolunk abban a pillanatban, hogy a két AP-t az egymással Wi-Fi-n keresztül tartja a kapcsolatot. Ugye vannak olyan eszközök, amiknek külön rádió csatornája van az AP-k egymással való kommunikálására, ez nem olyan, ott nincs ekkora drámai lassulás, ott ugye az a kérdés, hogy az az 5 GHz-es Wi-Fi, amit külön dedikáltan arra használnak, hogy az AP-k egymással beszélgessenek, az mekkora sebességet tud, hiszen az még lehet egyébként mindig kevesebb, mint a vezetékes hálózat. De egy biztos, ott nem fogunk ilyet tapasztalni, hogy ennyire lecsökkent. Tehát itt ezeket azért mindig
igyekezzünk vezetékesen bekötni, és ez csak egy ilyen vészmegoldás legyen, hogy egyébként tulajdonképpen, ha egymás hatósugarát látják, akkor tulajdonképpen működik wifin keresztül. És látjuk, rögtön felére csökkent a sebesség, tehát azért ezt nem véletlenül marcagon illik bekötni, ha megtehetjük. És ugye ne felejtsük el, hogy ez most egy ideális környezet, viszonylag közel vannak egymáshoz az AP-k, vagy ezt elkezdem azt a helyzetet tovább rontani, hogy még kevésbé lássa azt a másik AP-t, akkor lejjebb tudom vinni még a sebességet jócskán. Már csak 25-26 megabyte per szekundumos sebességgel másolni, tehát tudunk lejjebb venni. Tehát a két AP között már nem olyan acélosabb a wifi kapcsolat, akkor ugye jóval lassabb is tud ennél lenni. Ez még az is kérdés, hogy milyen acélosabb wifi kapcsolat a kettő között. Jól van. Na, hát igazándiból ennél komolyabb eszközöket nem nagyon tudunk itthon most tesztelni, mert a Pro-nak sem tudjuk már a maximális sebességét elérni. Ez a legjobb gépünk, az asszony laptopja, ez a Lite kihajtására alkalmas. És fogok majd vásárolni egy AX-es hálókártyát, és akkor az asztali gépbe azt majd bedugom. És akkor azzal már tudunk majd komolyabb eszközöket is teszteni. Nem olcsó egyébként egy jó minőségű AX-es hálókártya. És hát ilyenekből van most már olyan, ami tudja ugye az AX-et, a Wi-Fi 6-os szabványt, majd fogunk olyat is nézni. Erről az előző videó kapcsán parázs vita volt, hogy most mennyire célszerű még ilyen eszközöket bemutatni, és miért nem a Wi-Fi 6-os eszközöket mutatom. Én azért azt gondolom, hogy ezeknek is van még helye, és még nagyon sok embernek sokáig nem lesz igénye arra, hogy kihasználja a Wi-Fi 6-at a lehetőségeket, de majd fogunk a wireless-boltól fogok majd kérni Wi-Fi 6-os cuccot, és majd akkor meg fogjuk nézni, tehát ebből van. Most éppen ahogy néztem, a Lite-ból nincsen készleten, de majd megnézzük, hogy akkor mit lehet abból kihajtani. De átlagos felhasználói igényekre egyébként ezek az eszközök, főleg ha mondjuk a Pro-t nézzük, vagy az LR-t nézzük, átlagos céges használata még jelenleg is bőségesen elegek. Tehát az, hogy most ilyen office dokumentumokat másolgass, meg megnyitja a levelezésre, meg a csoportmunkába dolgozzál, meg ilyenek, bőségesen lefelé. Természetesen, ha elkezdesz nagyméretű videókat, meg ilyeneket másolgatni, ez egy más kategória. Na hát ennyi volt mára a tudomány és technika világából. Sziasztok! Ja, a cuccokért köszönet a wireless boltnak, akik küldték ezeket ugye tesztelésre. Csákány!